December 5-e az önkéntesek világnapja. Hát a Nyíregyházán valaki nagyon sokat tud az önkéntesekről, akkor, vagy aki talán a legtöbbet is tudhat róla, azt hiszem, hogy a legkiválóbb vendéget hívtuk meg ide a weekendbe, hiszen Fekete Éva a Laborkaféban ugye évek óta éli ezt a dolgot, és nagyon sok önkéntes megfordult nálatok. Harmadik szülinapotokat ünnepeltétek, összeszámoltad, hogy hány önkéntes fordult meg a Laborkafé házatáján? Hát mivel a pályázatnak az eleje a labor projektnek pályázati forrással kezdődött, ezért voltak indikátoraink, amiről tudjuk, hogy már az első évben 150 fölötti volt azoknak a létszáma, akik az első év végére elértük a 150 fölötti létszámot azok esetében, akik kisebb-nagyobb programok erejéig, de részt vettek a Laborkafénak a működtetésében, az életében és a vérkeringésében. Úgyhogy mostanra ez szerintem egészen biztosan 500 fölött van már, de azok, akik a rendszeresen visszatérő és tényleg aktívan résztvevő közösségünk, az is 50 fölött van jócskán, ami szerintem azért egy nagyon, nagyon jó arány. Így van, hát ugye vannak gyakorlatilag olyan testrészei ennek a kávézónak, akik nagyon sokszor ott vannak, ide hozzánk is ugye többen jönnek, akik rendszeresen önkénteskednek, és hogyha őket faggatnám, akkor nyilván azt mondanák, hogy ez nagyon jó dolog, jó dolgokat kitalálni, abba részt venni, és több embert bevonni. Vannak olyan esetek, bár most nem akarok ünneprontó lenni itt a karácsonyfa alatt, amikor valakiben például a teljes ellenállást fedeztétek, és mondjuk esetleg mégiscsak sikerült megváltoztatni a szemléletét? Igen, abszolút volt, és ez szerintem pont ilyen karácsonyi sztori, hogy egy csomószor teszünk úgy jót, hogy nekünk az nem tudatosul, hogy azzal éppen önkéntesek vagyunk, vagy valakivel éppen jót teszünk, vagy egy teljesen automatikus, vagy egy rutinszerű dolog, ami nekünk elsiklik felett a figyelmünk, de mondjuk annak, akivel azt a jót tettük, annak az egy meghatározó pillanat, és ilyenkor szerintem például a Laborkafénak abban nagyon fontos szerepe van, hogy ezeket a pillanatokat elcsípje és tudatosítsa. Konkrétan a Laborkaféban van a törzsgárdában olyan önkéntes, aki mostanra már bútordarab, és aki az egyik legszkeptikusabb szereplője volt ennek a történetnek az elejétől. Az optimizmus távol áll tőle, ami egy ilyen esetben, amikor mi a jó szándékra és a becsületre alapozva építünk valamit, azért nem hátrány, hogyha az embernek vannak pozitív gondolatai, és ő abszolút átállt a sötét oldalról a mi oldalunkra, én úgy érzem, tehát hogy ő nélküle már nem is működne ez az egész, ő nyilván már ebből passziót csinálunk, hogy húzzuk vele, hogy ő a fő szkeptikus, de ő abszolút beépült, és nélküle már nem működhetne, és ez szerintem egy abszolút karácsonyi sztori, hogy hogyan lehet valakinek az élete részévé tenni a jót. Alapvetően azt gondolom, hogy sikersztori ez itt Nyíregyházán, és talán az országban is, és most nem is az a kérdésem, hogy így hasonlítsuk össze, hogy mi mennyivel vagyunk jobbak, mint a többiek, de így karácsony és évvége közelettével nyilván az ember készít kisebb fajta leltárokat. Sokat adakoztok, sokat adományoztok, ilyenkor még az is ad, aki egyébként az év többi napján nem annyira. Ez az időszak, ez az adventi időszak másati életetekben, vagy több, vagy ugyanolyan módon működtök? Én azt figyeltem meg, hogy nem feltétlenül úgy más, hogy többet adakoznak, hanem inkább csak mást. Én azt veszem észre, hogy ilyenkor, mivel más is rástartol az adománygyűjtésre, nálunk pont ilyenkor esik egy kicsit vissza, és ilyenkor máshová adakoznak azok is, akik mondjuk az év során hozzánk szoktak hozni. Nyilván azért amiatt, hogy mi egészen pontosan mindig megfogalmazzuk, hogy mit várunk, és kinek fogjuk továbbadni, és mi az, amiben segíteni tudnak nekünk, ezért mi azért mindig jóval fókuszáltabban tudjuk meg célozni
a helyi közösséget az adományozás szempontjából. Nekünk ez nem egy különösen kihívó, kiugró statisztikailag ez az időszak, és az egyik célja a Laborkafénak az, hogy az adományozást a mindennapi kultúránk részévé tegye, hogy ne várjunk tragédiákra, ne várjunk pirosbetűs ünnepekre, hanem az év minden szakában kezdjünk el gondolkodni azon, hogy mi hogyan tudunk valamit hozzátenni a világnak a jobbításához. Kedvenc idézetemet mindig súlykolom mindenkinek, ami egyébként egy kantridál, szóval amit még nem is nagyon hallottam talán, csak ez a motto fogott meg, hogy nem tudok minden jót megtenni, amire a világnak szüksége van, de minden jóra szüksége van a világnak, amit meg tudok tenni. És ezt én úgy gondolom, hogy ezt ha továbbadjuk minél több embernek, ez óhatatlanul is változásokat kell, hogy okozzon, és ezt tesszük minden napján az évnek, ilyenkor pirosban, karácsony környékén. Éppen ezen a héten arra buzdítottad azokat, akik a barátaid, ismerőseid, hogy pozitív dolgokat és dicséreteket mondjanak egymásnak, hiszen tényleg a rohanásban esetleg elfelejtünk köszönni, megköszönni dolgokat, és egy kicsit megsimogatni akár verbálisan is azt, aki ott él körülöttünk. Azt gondolom, hogy örök optimistaként hiszel abban, hogy az emberek mindenféle körülmények ellenére, akármilyen világban élünk, azért egy kicsit javíthatóak. Így van, így van. Pont talán neked meséltem az év elején az újévi fogadalmamról, az Action for Happiness mozgalomhoz csatlakozásról, és ez az említett kezdeményezés, ez a jóságkalendárium, ami decemberre azt tűzi ki célul mindenkinek, aki végigmegy ezen a naptáron, hogy lássa meg ebben a hónapban a jót, és vigyen ő maga is jót a mások életébe is. És hát én próbálom tudatosan napról napra végigvinni a naptárt ebben a hónapban, sőt a múlt hónapit is megpróbáltam. Nagyon nehéz. Tehát, és a gyerekeimmel minden este megbeszéljük, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak erről, mert most ezt ők is végzik, és nagyon nehéz nem keménynek lenni, nem ítélkezni mások felett, éppen csak ha azt elcsíped azt a pillanatot, amikor magadban azt mondod, hogy úristen, hogy lehet ilyen cipőt felvenni, vagy nem tudom, tehát hogy erről leszoktatni magad, hogy a gondolataidból is hiányozzon ez, amikor ítélkezel mások felett. Ez nagyon-nagyon nagy önfegyelmet kíván, de nagyon pozitív az, amikor az ember elcsípi magát, hogy ilyenen gondolkodik, mert azzal már egy lépést tett a felé, hogy ezeket teljesen elhagyja, ezeket a rossz szokásokat. És hát az a Laborkafé talán idealistának tűnhet azoknak a szemében, akik mondjuk forintokban és forinttornyokban mérnek dolgokat. Nálunk nem ez az elsődleges, bár nyilván ennek is vannak kiadási és bevételi oldala, amit szem előtt kell tartani, de itt másképp képzünk értéket, én úgy érzem. Nos, hát akkor áldott karácsony kívánunk. Köszönöm, és személy szerint még azt, hogy sok önkéntes kopogjon be, vagy térjen be egy kávéra, akár szkeptikusként, és változzon meg az élete. Én is ezt kívánom, köszönöm.